Élnék egy fényes csillag, ki beragyogja életutad. A többinek miért? Miért van Allah Istennek neve? Miért van a zsidó Istenének neve? Miért van az összes vallás Istenének neve? Miért van a hinduknak, a buddhist? Miért van az Istenünknek neve? A keresztényeknek miért nincs? Hát mert nincs. Aki van, annak van neve. Logikus? Kérdezem, logikus? Hát persze, hogy az. Nézted már ebből az aspektusból? Na, kedves testvérem, mivel hogy Istenünk nincs, ezért az egész, még egyszer, a gyökerétől, az oldalfalakig, a csúcsáig, ez egy full rohadt hazugság az egész. És nincs mögöttük szellemi. Tudod, mi van mögöttük? Egy olyan asztrál démon, akit a félelmekből hoztak létre. Nincs keresztény ember, aki nem fél. Figyelj, ez a programot, hogy féljed az Urat. Féljed az Istent, hallottad ezt? Féljétek az Urat! Na, magyarázd már nekem, hogy lehet azt szeretni, akitől félni kell. Mondd már el, embertestvérem, józan paraszt lesz, hogy magyar gyerek vagyok. Értesd meg velem! Hogy lehet azt szeretni, akitől félni kell? Márpedig azt mondják, hogy féljük az Urat. Ennyi félelem, 2 milliárd ember félelme. 2 milliárd ember félelme. Kérlek szépen, a sötétség vagy világosság? Kérdezlek. Mi kérdezlek, mi? Sötétség vagy világosság? Sötétség. Kérdezlek, mikor ebből létrejön, meg figyelj, a te gondolatod, a te félelmed, mi vagy egy élő isteni minőségből áramlik ki. A te gondolatod is élő lény. Úgy hívja a spirituális tudomány, hogy elementál. Gondolati lény. Élő lény megy ki belőled. A saját élőlényéről, amit te teremtesz, azok betegít, emlékszel az okén vagyok, emlékszel a nap elejére, amiket teremtesz, az mind itt ragad rád, mert ők a te elementáljaid, az élő gyermekeid. Ez a sok elementál, ami félelemből gyártatott, 2 milliárd, képzeld-e hány ezer év óta, ez összefog, és egy asztrál démonnál válik. Mert közben te, aki létrehoztad, bevész a porba. És sajnos a tudatodban, mivel hogy az van, hogy porból voltam, porrá leszek, alva marad az a minőség a halál pillanatában, akinek legalább akkor fel kellene ébredni. Eddig érthető? Az összes elementál viszont neki kell valamilyen gazda. Összefogtak, és egy kozmikus démonnál, egy asztrál démonnál vált. És az asztrál démon, kedves testvérem, uralkodik azon a világon, amit most földnevű bolygónak hívunk. Ez az asztrál démon ebből a csodálatos bolygóból tudod, mit csinált? Ez egy bolygóméretű diliházzá vált. Nézd bele, ez egy bolygóméretű diliház. 8 milliárd ember élet fenntartására a megtermelt javaknak a 3%-át fordítják. Elhiszed neked? 8 milliárd ember élet fenntartására a Földön megtermelt javak 3%-át fordítják. Az összes többi haditechnika, űrtechnika, olyasmire, amiről az embereknek 99%-át a fogalma sincs, hiába érdekli, hazudnak neki róla. De képzeld, amit te megtermelsz, amit létrehozol, erre fordítják. Oly mennyiségű haditechnikát teremtenek meg, és ezt 10-15 évent amortizálni kell, meg kell semmisíteni, mert újat hoznak létre, de ezt megint tőled kell elvenni. A gyerekeinek nincs egy normális cipője. Nem tudunk normális házakba lakni, ahol tudnánk pihenni, ahol megfelelne a hőmérséklet. Nem tudunk normális élelmiszereket enni. Nézzétek meg, menjél be, vedd meg bármelyik töltött parizert, nem tudom mi a szar. Bementünk, képzeljétek el, tegnap előtt a egyik nagy áruházban Budapesten, 8 darab vésli, 8 darab volt? 6 darab. 6 darab vésli becsomagolva, miben végül szalonnába, mennyi volt? 3500 forint. 6 darab vésli becsomagolva, 3500 forint, biztos téved. A pénztáros mondja, akarjuk, vigyük vissza, ezért ne visszaadják a vevőszolgálat. Kész, leszak. És képzeljétek el, nézem a többi vésit, a legbóvrit vésli is 1,3-2000 forint. Eszméletlenek is tudod, mi van abban? Tudod? Vagy érdekel egyáltalán? De ugyanígy, nem értem, hogy hozom fel ezt példát, meg nem az ár érdekel, hanem nézd meg, megveszi az ember, akármilyen szart megveszel, megveszed és betuszkolod. Nem nézd? Betuszkolod. Érdekel, hogy mi van benne? A gyógyszert, mikor megveszed, oda van, hogy olvasd el az utasítást a tévében, és mondja neked, hogy mit csinált ki. Hányszor olvastad el? Érted? Nem figyelsz rá, de nem vagy magadnak érted.
És kedves testvérem, hogy a fizikai szinten nem érdekel, hogy mit viszel ide be, sajnos szellemi szinten sem érdekel, hogy mit viszel a nagy lélekuhába be. Amiből nem esethetnél, amiből megérthetnél, hogy te egy örökkéltöző ragyogó fény vagy. Egy soha nem elmúló csoda. És ezt megértenéd, akkor minden pici aprólékos dolog ezerszer többet számítana. Amihez fordulsz, amihez hozzányúlsz, amit beviszel, amit megítesz. Tudod, hogy a bölcsesség hogyan kezd aktiválódni? Így húzok egy vonalat. Na világ, eddig és nem tovább. Én vagyok itt, te meg ott. Jössz? Nem érdekel, kösz. De ez egy ilyet még nem hallottál. Ez van, üdvön, szia. Érted? És így tudom őt ott tartani. Ez van, üdvön. Ez van, üdvön. Mikor már nagyon unom hátra fordított neki, ennek mondja. Érted? Érted? Én majd ezt válaszol neked, tudod? Tél is szokott. Érted? Ilyen szinten nemet mondan a világnak. Kedves testvérem, nem megy másképp. Nem ilyen spritás ember vagyok. Hogy is van az? Mondja csak te! Nem! Ké úristen! Meg az is meghalt, az is meg... Ne felejtsd már! Egyet fogd fel, hogy van egy befogadó képesség annak, amit te itt hordasz a fejedben a kompjúternek, érted? Pár terabájt, de annyi neki, tudod? És ha ezzel telement, akkor nem tudja a bölcsességet betenni. Ha nem tudod a bölcsesség bemenni, és annak nem tudsz elég energiát adni, akkor az nem tud keresni itt benne a lélekben. Ha nem tudsz keresni a lélekben, soha nem fogsz arra rájönni, hogy lelked is van. Ha nem tudsz keresni a lélekben, akkor a szellem örök homályban marad. És sajnos, mikor vége van az életednek, eldől a ruha, és a ruhával te is együtt vagy. Megy? Ne így. Érted? Én lennék egy fényes csillag, ki beragyogja élet után.